Nagy Kőszeghegy aljáról, akik vezetője Gajdán Imre. A darab, amit bemutatnak nekünk ma, Dinnyé, más néven a Zördön, műfaját tekintve népi színmű. Egy paraszt tréfát fogunk látni saját szerkesztésű szövegkönyv alapján. A szereposztás a következő. Sári, Gajdárné Sebestyéni Golya. Rozi, Gajdán Dóra Titanilla. Dénye Csősz, Fidris Zsolt, Tamás. Tengeri Csősz, Gajdán Imre. És hogy miről is szól ez a darab. Két paraszt éjszaka találkozik a faluhatárban, és arról értekeznek, hogy a szép vagy csúnya feleség jobb-e. Hát ezt mindenki ezen gondolkodjon el egy kicsit addig, amíg a színpadot berendezik, és akkor fogadják őket nagyon sok szeretettel. Istenét, hát mit gondolkodik Kent Goma? Elven a dinnyé, Goma. Hát aztán... Mit gondolkodik Kent ezen a dinnyén, Goma? Hát csak azt gondolom, hogy hát mi nem is az asszony, mikor annyi ruha van rajta, mint ezen a dinnyén, Goma. Ennyi, de bolondokat gondol ebben a gyitszakába. Hát, mi köze hozzá? Hát, közben nincs hozzá. Csak itt ezt nézem, itt ezt a dinnyét. Ezt rendben jutom. Mert hát az ember úgy a sötétben megtapogati az asszony, ami fél gömböly. Igaz-e? Mint ez a gömb. De inkább úgy nézem, hogy inkább olyan, mint ez a sárga. De mi jó dörga? Erről hátul sokkal sima gömböly, mint a kötött kancsolódalja. Jaj, hát hogy lehet az? Hát a felét gömböly. Láncos! Lutyot meg olyan keresztes, keresztes, mint a sárga dinnye. Szerint röhögkent. Hát röhögök, Goma, mert hát most jut eszembe, hogy mindenki a maga feleségéről gondolja, hogy millen is az asszó. Elkendé, gömbölű, ez az enyém, lottya.
Még se cserélném el a maga tyúdögét a kecé feleségével. Hát aztán miért nem én? Mert azért. Nem a Szent Dávid király is még mondta, hogy mindig szép asszon szeressetek, de csúnyát vegyetek feleségül. Az is nagy balondult az anyját neki. Na miért? Hát csak mindig szebb a szebb. Nem a... Nem ért a hokem. No, hát nézze már, hát mi van az asszon szerkesztve? Na úgy, van neki húrcája, meg két keze, meg két lába, meg egy nagy... Szóval... Meg egy nagy rakás ruhája. Én legalább 16 esztendős voltam, amikor megházasodtam, de ennél többet még nem láttam eleve a szongó. Azt is, ha? Mert látni láttam egyszer egy gyuszon. A nagyságos úrnál. Rohad ejkő. Úgy, ahogy megszületett. Még csak pendek sem volt rajta. De feltelmesen, rettenetes volt. Semmi formája sem volt, hát kőmű volt. Hát mondok azért. Tudom én, hogy a ruha teszi az asszony. Meg a szoknya. Minél több szoknya van rajta? Andúsz-e? Már pedig a sok szoknya. Sok költség. Ugye kell? Költhetkend az asszonyra, milyen csuhát húzott már a lábára, ezt égzem meg az engdómitén már. No? Azért mégis szebb a szebb. Hát mondok még egyet. Hát törődikend azzal, hogy ilyen színű az a dinnye. Csak jó legyen az íze, igaz-e? Az igaz. Már pedig az asszonnak mindnek egészen egyforma az íze. Akár csúnya, akár szép. No meg hát, mire kell még az asszony? Na, mire? Ugye, hogy kettőre. Egy, hogy legyen, aki nappal dolgozzon. Hát majd én fogok, mi? Mit szaka meg? Legyen, aki szeressen. No hát, az Antti jár. A csúnya asszony mindig jobban dolgozik, mint a szép, mert annak magára van főgondja. Mit szaka meg? Hát egészen egyformán szereti az ember a feleségét. Akár csúnya, akár szép. Hát azért, mégis csak szebb a szebb. Dehogy szép, no. Ménye a tagad, ahogyan te meg átlakodott egy emberken. Na hát erre már nincs már gyógyszer. Igyon egy kicsit. Vigyázom, mert erős. Parika. Na, kezd van. Azt akkor megmondom az igazat, hogy miért jobb a csúnya feleség, mint az. Na, azért legjobb a csúnya feleség. Mert azt senki se szereti, csak az uram. De a szép asszont, azt mindenki szereti. Hát, ha hagyi magát. Hát persze, hogy hagyi, hát mert utána járnak. De ott van mindjárt az én feleségem, talán nem hagyná magát szeretni. De nem kell a fenének se. Hanem ott a kencén. Ha nem hagyi magát, még elővel is lekapják. Az én feleségem? Azt nem lehet ám, mert vigyázok rá. Most is minden éjszaka kiparancsolom ide magamhoz. Hát igen, az enyémet ki sem kell parancsolni. Jön a magától is ész nélkül. Ne hát! Jó tudja. Egy rajtam kívül nincs azon, ami le is lábú világon, senki, aki ütet szeresse. Mesélkent a hasamból, az én feleségem még nem csalt meg soha. És engem nem az enyém, az egyszer bizonyos. De hogy kendet se a magáé. Az igen kétes. Hát fogadjunk! Fogadjunk! Kapjuk! Ha! Jön a felesége! Ácsi! Most meg tudjuk mindjárt! No! Én elbúgok ide a pad alá. Na, de vallassa ki rendesen, hogyha hazudik, akkor a... Nem
akkor a lábánál fogva elviszi az ördög. Azt én akkor elviszem, elkapom a bokáját úgy, hogy majd kivallja akkor. Híja csak ide! No!
nem lesz abból már semmi. Pedig olyan jó illatja van. Azt hittem, hogy meg kínál belőle. No, hagyd, ne szomorkodjon. Rendben jön homornok, igyon egy kicsit, elmúlj. No, húzza meg. Rendben jön homornok, gyógyszer minden. Ha tudná én is, mit álmodtam az én. Ha mit álmodtam? El sem tudom én azt mondani. Akkor tanulja el. Esetleg. Tegnap éjjel álmomban újra legény voltam. Szabadon, mint a madár, boldogan daloltam. Becsáros kis kalapom a fejemre téve, kiálltam a kapuba a házunk elébe. Arra jött a szerető, vasok közül egyik. Egy csók után tovább ment, aztán jött a másik. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hó volt nékem az eszem, hogy megházasodtam. Hát ennyi. Aha. Nem félek a próbától. Ugye? Kell szép asszony, kell görögnénye? Majd meglátni, hogy jó vasárga. Hogy az övére is vigyázzak az éjszaka. Ja. Mert oda vagyok érted, te ember, te! Ja, hát tudom, hogy oda vagy. Mert hát te vagy az a jel, én jó hűséges, felelmetes feleségem. Én vagyok, ez a Judicám. Azt leszem észre. Annyit! Se ölelgettem meg a csontjaidat más? Én rajtam kívül. He? No. Mondja csak, mondjad! Minek? Hát csak annak, galambocskám, hogy most olyan éjszaka van, hogy a hazug embert a lábánál fogva viszi el az ördög. Két el akarom citálni az ördögöt is, hogy lássam, az se tehet bele semmit. Jaj. Most mi a baj? Jaj, ne tegyed ilyen! Ne bolonduljon meg kell! Hát de miért? Hát most... Hát, mert engem elvisz! Mi a fene? Hát... Jaj, édes uram! Ha meg kell vallani... Hát pedig lenné, nem hiszem, Sári, míg az ördög meg nem fogja a lábadat. Ott a fia kényszer nem a hazudó. Látik-e?
ha hazudnék. Most már elhihetik el, hogy megcsaltam. Bógy! Aztán hányszor? Jaj, hát csak egyszer. Aztán kivel? Azt a Sánta csoldást hívtam be egyszer a házba. Azt mondtam neki, szeressen engem! Úgy aztán mit adott érte? Jaj, hát én nem adok semmit. Én ígértem neki 5 pendőt, de még egyet ráfér. Bizony! No hát! Most meg mi röhögöd? Kezdet is megcsaltál! Azt engem kuma, hogy mégis jobb a szép feleség, mint a csúnya. Mert a csúnya viszi a háztól a pénzt, de a szép az keresi, hogy vigye el a bűnöket. Vigye az a bűnöket, aki onnan alulról küzdi ezt a világot. Mert nem látod még két ilyen bolondot, mint mi vagyunk, koma. Nem is a maradjékent a dinnyéken, míg utána nézek a szép, de csalf asszonynak, hogy jó felé vezette el az útját. Menj. Addig őrizze meg, jószerivel. Jó. Menjen csak, menjen, Ken. Abban a hiba nem lesz meglátni, majd én őrizgetem itt a dinnyéket. Hogy őrizgetem egész hajnal vasatáj. No, az Isten megáldja. Megáldja. Hé, te! Rozita! Gyere itt az ölembe! Hé, nehogy előtt megmondtam, hogy csöknyasszont vegyél feleségül, de szép asszont szeressél! Hiszen nem hiszem, hogy a külső a fontos.